Nagyapám huszárkáplár volt mind a két világháborúban. A kardja a hálószoba egyik szekrényének volt elrejtve, fölötte egy kép. Vásári Gics. Az ördögök épp elviszik a halálos ágyáról a bűnöst, mert visszautasítja az utolsó kenetet. Becsuktam a szemem, úgy féltem a valódinak látszó ördögöktől, de a kardot azt levettem, és a hónom alá felkötöttem. Kicsi voltam még. Kardra pedig azért volt szükség, mert új kakas érkezett a tyúkudvarba a fehér mellé. Egy kendermagos. Harcias volt, miként egy lód. Ha közelébe mentem, nekem rontott citromszínű csípős csőrével, pedig nem vettem el a gyémánt félkrajcárját, a tyúkjait, semmit. Rózsatarajúnak mondták, pedig szépen csipkézett, egyenletesen fűrészelt volt az, vérvörös. Hosszú, húsos állebenye volt, rövid, sarkantyús, erős lábai. Kékes, szürke, fehér, pöttyös fartollai, mint zászlók meredeztek. Az a fajta volt, aki elhitte, hogy a nap is az ő kukorésokolására kell föl. A nap most megcsillant a hosszú pengén, alig tudtam kihúzni. Megsógtattam. Az aranyozott bojt majd a könyökömet verte. Kard, ki kard! Kiáltottam. Nagyanyám meghallotta. És ez baj volt. Nagyanyám verte az állatokat. Még a disznót is. Mit tudtam én arról, hogy a börtönben rajta nyomták el a csikket a fegyőrnők, és egyesével verték ki az aranyfogait, hogy 2 évet kapott, mert nem fogta be makacs száját. Mit tudtam én az 50-es évekről? Nyakig benne éltünk a végében. Nagyanyám kijött a baromfi udvarba. Hiss, pitye, te, hiss! Felseprűve főzavarta a tyúkokat az ójukba, ahonnét a tojásokat szedegettem reggelenként, és a merész tekintetű kisebb kakast, amely így is volt 3 kiló, a meszelt falhoz szorította. Ott, ahol a hátíve hirtelen véget ért, és dús, sarló alakú tollazata kezdődött, leszorította egy lapáttal. Elkapta fehér pöttyes fénylő nyakát. Nem nyiszitálta sokáig, hanem egy bárdal lecsapta a fejét. Rémületemre a kakas még futott egy kört az udvarban fej nélkül. Zavarjuk-e a macskát a tűzhelyrű? Adta föl a szót a konyhába nagyanyám. Vagyis gyújtsunk be az agyaggal tapasztott sparheltbe. Hozzá tojást! A kamrában, amelyet spájznak hívtak, hatalmas öblösszájú üvegekben savanyúságok laktak. Kisebb, a boltokban látható vastag falu cukorkás üvegekben sokszínű lekvárok sorakoztak, befőttek. Odébb zsírban eltett karajszeletek, de itt lógtak a füstöltek is, sonka, kolbász, májas hurka, ablaknyi szalonnák. A tojástartó nagyapám fekete, magas, simléderes huszárcsákója volt. Dióbéllel feltámasztott üvegek voltak az egérfogók. Nagyanyám nem bízott a boltiban. Semmiben sem bízott, ami bolti volt, legkevésbé erdei katóban, a vegyesbolt tulajdonosában. Hányszor küldött vissza, mert a bolti mérleg sosem mutatta azt, amit az otthoni. A mélyvörös pogány paprikafűzér ott lógott a stelázsin, a polcos állványon. Hegyes, marós volt, de nagyapám csak az édes nemes szerette. Se a valaha írt legnagyobb sikerű könyv, Rézi néni szakácskönyve, se semmilyen receptgyűjtemény nem volt a kis teleki házban, pedig a nagyapámnak gazdag könyvtára volt. Ha ott üdőztem, öreganyám kikergetett az utcára játszani, azután meg utánam jött és hazazavart. Ostorral. A piócás teca jött a napi pálinkájáért. Isten hírivel vetette oda neki alacsony, tésztamót szétfolyó öreganyám. Isten á, mondta a férfi ruhában járó javasasszony. Hallottam a fekete nagykapu fölé akasztott csengőt, a dörrenést. Nagyanyám beírta az összeget egy kockás füzetbe. Mit ad Isten az én nevem mellé? Apám neve azonos volt az enyémmel. Nyilván kölcsön kértünk tőlük. Én a bölcsesség vizét vettem a számba, és ezt bizony jól tettem. Így is volt félnivaló. Tisztítottam, amit a nagyanyám engedett, sárgarépát, gyökeret, zellert, karalábét. A hagymához nem nyúlhattam. A fekete borshoz se. Az volt a lelke az egésznek. A szerecsendióról, amit csak a főzés vége felé reszelt bele nagyanyám, nem is szólva. Valamikor csemege üzletük volt nekik. 6 elemi után nagyanyám ebben tanult tovább.
Aztán jött a vagyonelkobzással járó politikai elítéltetés 1950-ben. Ez a leves is kettős volt, mint minden itt. A hajdani gazdagság nyomai, házi telefon, nem használt könyvtár és iroda, a fürdőszoba, ahová kiadóablak nyílt a konyhából. Az étel paraszti és polgári volt egyszerre, és virág és levélmintás cifra porcelánból ettünk. Akinek sója, paprikája, borsa van, minden fűszőszáma mög van, mondta nagyanya. A kakas 3 teljes órán át főtt. Sűrű, vastag leves volt, de nem nehéz. Nem csillogott a zsír a felszínén, nagyanyám lekanalazta, lefölözte a leves habjával együtt, de fényes volt, mint a méz. Ahogy leemelte a csipkésfülű porcelántárba föltállalt levesről a kupoláját, a födőt. Tompaszagú ételt nem adott föl nagyanyám az asztalra soha. De ez, mint amikor a nap kibújt a felhők mögül. Mintha megállt volna a gőz a levegőben. Vasárnapi déli báb. A fűszerek aromája, az íz és zamat a szájüregben a garat felől érinti meg az embert. Az illatok műhelye a száj, a nyelv, az íny, a szájpadlás, amelyeknek az orr csak kéménye. Én a nagyanyám tésztája miatt tettem a levest. Csípedettje, metéltje sárga volt, mert a tojás sárgája sötét volt, sőt, vörösbe játszó. Nem hiába szórt a tyúkok 9 lyukú itatójába egy kis piros paprikát, öreg anyám? Aki ételt, italt adott, annak neve legyen áldott, mondta nagyapám. Amen. Mindhárman keresztet vetettünk. A fedeles veszőkosárban vastag héjú, 2 hétig is frissen maradó kenyér volt. Talicskával toltam a lisztet a pékhez. Akinek nem volt lisztje, ehette a gumiszerű hókat, bótit. A festett üvegbúrájú rézvázast láncról lógó menyezeti petróleumlámpa alatt a padszéken ültem. Külön széke csak a nagyszüleimnek volt. Nagyapámé lett a kakas szíve, a taraja, ennek örültem, nagyanyámé a mája, az enyém a zúzája. Na meg az egyik combja is. Próbáltam megfosztani a fehér, omlós húst a bőrétől, de a végén bizony meg kellett tennem. Nem volt mese. A kanalak, mint az evezők, egyszerre csobbantak. Kétsző született a világra, tojásként, csibeként. Kántorságot viselt, hisz énekölt. Nem vétközött soha, mégse üdvözült, mondta nagyanyám. Tört a kenyérből és csámcsogott hozzá. Úgy tettem, mintha nem hallottam volna, akár a nagyapám szürcsölését. Ennyi, hát rád nézött a kakas. De nagy vitéz vagy. Na kukuríkú, hogy ízlett a másik? Mondta nagyapám, és egy barackot nyomott a fejemre. Én még a kakas bőrével voltam elfoglalva. Róka halálát kakassé gyászoli, tette hozzá öreganyám. Az a fő, ami a fazékba fő.